Lewis Hamilton versenyautójának pontos mását tekinthették meg közvetlen közelről azok a gyermekek, családok, látássérült és hátrányos helyzetű emberek, akiket Székesfehérvár önkormányzata és az egyik telekommunikációs vállalat hívott meg a nem mindennapi lehetőségre. A vezető kutya gazdájának külön támogatása céljából jött létre. Berko Norbert, a Lárke informatikusa kisgyerekként egyszer már közel került egy Forma 1-es versenyautóhoz, olyannyira, hogy még bele is ülhetett. Ennek azonban már 15 éve, így az élmények nem csupán felidéződtek, de jócskán gazdagodtak is. Nagyjából azért erre számítottam, bár az meglepett, hogy ennyire alacsony egy ilyen autó, hogy ilyen szélesek a kerekei, meg hogy egy kicsit olyan, úgy érzem, mintha kicsit hasonlítaná egy repülőgépre olyan szempontból, hogy nagyon kiegyensúlyozottnak kell lennie akkor, amikor ilyen nagyon nagy sebességgel mennek ezekkel az autókkal. Székesfehérvár önkormányzatának nevében Üstör Anna Mária köszöntötte az egybegyülteket, és reményét fejezte ki, hogy sikerül minden résztvevőt felejthetetlen élményben részesíteniük. Székesfehérváron nagyon sok civil szervezet működik. Most azok kaptak lehetőséget, akik valamilyen hátrányos helyzetű emberekért dolgoznak. Itt lesznek a látássérültek, szociálisan nehéz helyzetűek. Nekik talán még nagyobb élményt jelent egy ilyen bemutató, és nagyon remélem, hogy egy életre szóló élménnyel lesznek gazdagabbak. A telekommunikációs cég és a város önkormányzata nemrégiben együttműködési megállapodást kötött egymással, ezért kerülhetett a világbajnokságot nyert versenyautó modellje Székesfehérvárra. A társadalmi programokkal foglalkozó igazgató fontosnak tartja a lakossággal való kapcsolattartást és a rászoruló emberek támogatását. Az elmúlt években több millió forintért vakvezető kutyákat képeztek, illetve olyan számítógépes programok kifejlesztéséből is kivették a részüket, amely segít a felolvasásban a látássérült embereknek. A mai akciót szintén egyfajta küldetésnek tekintik. Három célunk van a társadalmi programok kapcsán, az egyik, hogy a közbiztonságot, a másik, hogy az oktatást, a harmadik pedig, hogy a különböző közösségeket támogatjuk, és eme harmadik pilléren belül került sor erre az eseményre. Szerettük volna egyrészt elkötelezettségünket biztosítani Székesfehérvár felé, másrészt pedig volt lehetőségünk arra, hogy ezt az autót elhozzuk és itt elhelyezzük. A résztvevők ezen a délutánon játszhattak is egy úgynevezett reflexkapun. Ezzel a szerkezettel fejlesztik a pilóták a reakcióidőjüket. A plázában kiállított műszeren a vállalkozó kedvűek azt tesztelhették, hogy ki mennyire tud gyorsan reagálni egy-egy jelzésre.